Sziasztok! Ma folytatom a Total War Róma 2 spártai kihívásos végigjátszásomat, és itt maradt abba, hogy a Lugianok megtámadtak, de jel szintén annyi az egész, hogy a flottámat támadják, plusz a városi őrség is, így sima ügy. Nagyon jók ezek a flották védeni az ilyen kikötővárosokat. Az egyetlen olyan végigjátszásaim során használok ugyebár flottát, mint például ezek a kihívásos végigjátszások során, mikor ugyebár rengeteg egységre van szükség. És ilyenkor legalább használom a flottát is, mert máskülönben a flottát egyszerűen nem emlékszem, hogy nagyon használtam volna. Mert egyszerűen nem kell használd a flottát, mert hogyha nem állsz sok néppel hadban, nincs rá szükséged. Mivel meg tudsz védeni nagyjából mindent a csapataiddal, szárazföldi csapatokkal. De mivel ilyen sok néppel állok hadban, ezért kellenek a flották, amik egész jók, mivel... Ugyebár a flottás hajókon is 160 ember van, így valójában egész jók, hogyha vannak hajósaid. Plusz ugyebár a hajósokkal egy az, hogy gyorsabban haladnak a tengeren, így nagyon nagy távokat tudnak ugyebár megtenni, plusz a hajósok ugyebár a transportokat simán legyőzik, így hogyha például az ellenség, mit tudom én, megtámad kétszer annyi katonával, ugyebár transporttal, simán le lehet győzni őket egy flottával. Egy szóval a flották nagyon jók. De csak akkor érdemes használni, hogyha például sok az ellenséged, máskülönben nem igazán. Oh, hello. Vannak itthon. Kicsit leesett a bevétel. Kéne most ugyebár meg kéne hódítani egész keletet, helyreállítani egy nagyon jó gazdaságot, és akkor leképezni seregeket. Ráállunk erre a technológiára. Kell a Royal Barak. Azt akarom, hogy a következő két seregemben Heroes of Sparta és Royal Spartaiak legyenek. És zsoldos krétai jászokkal megtoldva. Vagy se. Ahogy mondani szokták. Vagy se. Olyan sereget küldök ellenük, hogy attól kódulnak. Royal Spartaiakat és spártai hősöket. Plusz például Magna Gréciáról vehetnék fel majd zsoldos kampánya lovasságot. Hát igen, ez nem jó.
De nem probléma, mert a sereg ott van, hogy visszavegyük a várost. Nem sikerült, amit akart. Nincs élelmük, ami jó. Most ahhoz, hogy elintézzük a Steppe hordát, ahhoz kéne még erősítés. Nem érek be! Aj, te szeretem, mikor ez van. Remek. Na, ott is volt egy kisebb csapata. Ahogy elnézem, nincs élelmük sem. Baktriának. Ó. Oh. Most vettem el a maradék élelmüket is, ha minden igaz. Jó, és akkor... Még ilyeket. Szóval még kell két lovas, az úgy 16, még két ilyes 18, és akkor még kell két pikás egység. Ja. Öt körig bírja a város, az egész jó. Jó lenne amúgy legyőzni a izéket. A Steppe hordát, és akkor tényleg már nem maradna szinte senki keleten. Azok itt nem veszítik az embereket? Szógy. Hmm. Régóta nem támadtak meg a rómaiak. Furcsa. In honor.
Inkább vissza. Minusz bevétel! Mi a... Wow. A még hadvezére. Minusz bevétel. Nem oké. Remek. Lassan, de elfogynak az ellenséges csapatok. Okay. Wow. Remélem, hogy most győzünk, ugyebár azt hiszem az előző részben volt az, mikor éppen hogy győztünk a... ez ellen, a Steppe Horde ellen. Most ugyebár... van még egy csapat Royal Spartai, plusz két csapat Spartai Hoplita. Csak annyi az egész, hogy attól még simán le tudnak nyilazni minket.
Sajnos a játékban még a paritjások is szétlövik a tesztudóban lévő rómaiakat, szóval nem számíthatok arra, hogy most a nagy spártai hoplompa is felfogja a lövéseket, mert hát ebben a játékban ilyesmire nem lehet számítani. Mikor a paritjás szétlövi a római tesztudót, akkor aztán arra ne számítsunk, hogy a hoplompajzs megvéd, mert nem fog. Pedig egy hoplompajzson átlőni lehetetlen, szóval nincs az a nyilvessző, ami átmenjen rajta. És hát ebben az időben nem hiszem volt olyan nyilvessző. De ugyebár a balansz miatt a paritjás is képes szétlőni a római tesztudót, szóval igen, Róm 2. Paritjásokkal nem lőném csak a lovas íjászait. Egyszerűen úgy kellene elképzelni az egész izét, az egész játékot, szóval hogyha fogod, beállítod a spártai hoplitáidat, jönnek az ellenséges lovas íjászok vagy íjászok, aktiválod a hoplita falat, beállnak ugyebár a csapat egy pozícióra, a hoplita fal, felvették a hoplita falat, kb. Így néz ki, és akkor állnak az egységeid és az ellenség rájuk lő több száz gyilveszőt és kb. Nem történik semmi, mert hát egyszerűen nem bírják átütni a... Nem megy át a nyilvessző, ugyebár a pajzson. Szóval olyan az egész, mint ugyebár a filmben a 300-ban, szóval egyszerűen így kéne, és ilyen kéne legyen a játék. Az, hogy jönnek a paritjások és szarrá lövik a tesztudót, meg az ilyen nehéz páncélozott egységeket, ez egy nagy vicc, szóval egyszerűen ebben a játékban katasztrófa, hogy mennyire nincs balanszban a játék az előcsatározók vs. nehéz páncélosok vagy nagy pajzsal rendelkező egységek ellen. Egyszerűen a paritkások mindent képesek szétlőni, bármilyen erős páncélzata legyen egy egységnek, bármennyire legyen felszerelve, egyszerűen a paritkás képes lelőni, könnyedén. Ami eléggé röhelyes. Szóval kb. Tényleg olyan kéne legyen a játék, hogy ha szemtől szemben lőnek egy tesztudót, egy római légionáriust, aminek ugyebár jó felszerelése van, testpáncélsisak, nagyon jó pajzs, vagy ugyebár a spártai hopliták, ugyebár nagy hoplompajzsokkal, bronzpáncélokkal. Mondjuk a spártai hoplitának nem bronzpáncélzata van, nem tudom, ez egy, nem jut eszembe mi a neve ennek a testpáncélnak, de ugyebár már a Royal Spartainak bronzpáncélzata van. És nagy hoplompajzsa, szóval kb. Olyan kéne legyen az egész, hogy jönnek az előcsatározók, szemből lövik őket, és akkor a csapatai csak kiröhögik őket, hogy most ez most komoly. Szóval, érted, ez most komoly? Most komolyan kövekkel hajgáltok minket? Szóval, igen. De ilyen nem hiszem, hogy legyen a játék, mert egyszerűen akkor úgymond nem lenne balanszban, szóval az ilyesmit meg utálom, hogy így balanszolnak a játékot, mikor látom azt, hogy egyszerűen jönnek a paritjások, és akkor 2-3 lövés után már a spártai hopliták vagy a royal spártaiak dőlnek ki, miközben szemből lövik őket csak, szóval még hogyha oldalból lőnék őket, vagy hátból lőnék őket, akkor még talán megérteném azt, hogy 10-12 lövés után meghalna egy-két spártai hoplita, mert egyszerűen lehet, hogy nem is tudom, pont eltalálják a fejét és szemen lövik, vagy oldalról eltalálják, de még hogyha el is találnak ugyebár egy ilyen spártai hoplitát hátulról, mert ugyebár szemből az, hogy eltaláljanak egy spártai hoplitát, pont fejbe nehezen tudom elképzelni, mert ugyebár feltartja a pajzsát, aztán ki felfogja a lövést a pajzs. Vagy ugyebár van sisakja. Szóval még hogyha hátba is lövik őket,
egyszerűen a bronzpáncélon a kavics nem hiszem, hogy csak úgy átmenjen. A nyilvessző az úgy oké, mert nagy valószínűséggel a nyilvessző simán átüti a bronzpáncélt, vagy ezt a páncélt, amit használnak a spártai hopliták. De hogy egy kavicssal megöljenek egy ilyen spártai hoplita egységet, nehezen tudom elképzelni, mivel egyszerűen nincs, hogy átüsse a páncélt, nincs, hogy átüsse a sisakot. Fájdalmat okozhat, de abba nem halna bele. Az olyan, mintha megdobnak egy kővel, attól még kétszer-háromszor megdobnak egy kavicsal, attól még nem halsz bele. Főleg, hogyha van rajtad egy kemény bronzpáncél, sisak. Nem hiszem, hogy belehalnál. Szóval kicsit túlságosan OP-k az előcsatározók a játékban. Ami rossz, mivel... ugyebár a játékosok, meg szerintem nem csak én, azt képzelik el, ugyebár mikor lőnek az ellenséges előcsatározók, lőnek, és szemtől szemből lövik a spártai hoplitáidat, vagy a légionáriusaidat, akkor kb. Azt képzeled el, hogy lőnek, aztán lepattan a nyilvessző, azt nem történik semmi, mert hát azért legyünk már komolyak, nincs, hogy átüsse a izét, nincs, hogy átüsse a pajzsot a nyilvessző vagy a kavics. Kicsit túlságosan is OP-k az előcsatározók. Az, hogy most hátba lőnék őket, azt még el tudom fogadni. Hogyha például az íjászok lőnék hátba a spártai hoplitákat, azt simán el tudom fogadni, hogy meghalnak, mert tényleg szerintem a nyilvessző simán átüti a bronzpáncélt is, vagy amilyen páncélt használnak ugyebár a spártai hoplíták, de az, hogy szemből szarrá lőnek, az már nem. Szóval azt nem bírom elfogadni. De normálisan pozícióra állnátok? Vagy mit csináltok? Az, hogy a paritjások szétlövik a római tesztúdóban lévő rómaiakat, vagy a spártaiakat, egyszerűen nem bírom elfogadni, mert annyira rossz az egész. Annyira hülyén van balanszolva a játék, hogy az nem igaz. De valójában ez csak a balansz miatt van. Szóval azért ilyen a játék, ugyebár, hogy a paritjás le tudja lőni a tesztúdóban lévő rómaiakat, vagy a spártai hoplitákat, vagy az ilyen nehezen páncélozott egységeket. Ez amiatt van, hogy ugyebár a gyenge, olcsó egységeknek úgymond legyen esélye az elitebb egységek ellen. Szóval így balanszolják a játékot. Ilyen hülye balanszokat csinál a Creative Assembly. Egyszerűen röhely az egész. Szóval ilyen hülyén balanszolni egy játékot, ez szánalmas. Nem, nehogy már így balanszoljunk egy játékot. Ez hülyeség. Ezek a spártai hopiták nem bírnak felfogni semmit. Mi az ég történt itt amúgy? Mi az eget csináltak? De tartsd fel a... ezért. Na jó, lehet látni, hogy buknak össze a katonák, miközben csak a pajzsot találják el, szóval... come on! Ez hülyeség! Nincs az a nyilvessző, ami átmenjen azon a bronz pajzson. Ugyan már! Come on! És nézd már, egyszerűen buknak össze! Felébe! Ez így röhely. Ez így röhelyes. Egyszerűen olyan, mintha semmit nem védene az a pajzs. Pedig a spártaiak abban voltak a legjobbak, hogy a felszerelésük az egyszerűen tökéletes volt az íjak és a nyilak ellen, mert ugyebár nem használtak, szóval a görögök... a spártaiak nem igazán használtak előcsatározókat. Voltak előcsatározóik, meg minden, de a nehéz gyalogságok, ugyebár a spártai hopliták azért voltak annyira erősek és nagyon jól fel tudták könnyedén venni a harcot az ellenséggel,
az olyan ellenségekkel, mint például a perzsák, ugyebár, mert a pajzsaik egyszerűen olyanok voltak, hogy nem ment át rajta a nyilvessző. Erre meg beállítod őket, a csapataitat az ellenség elé, és egyszerűen szarrá lövik őket. Szóval olyan, mintha az a pajzsos sem lenne. Ami... nagyon rossz. Ha oldalba lőnék az egységemet, azt megérteném, hogy meghalnának, vagy hátba. De az, hogy szemből lövik őket, ez nem jó. Ez így nagyon nem oké. Ez így kész röheg. Royal Spartainak armor 150, vagy 105, és lehet látni, hogy egyszerűen egyenlő a nullával az egész. Szóval lelövik őket, mintha nem lenne semmi előttük. Kész röhely az egész, komolyan mondom. Röhely az egész. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Mondjuk a pikásokat lelövik, az még oké, mert azoknak amúgy sincs kemény, Persze, 95 testőrdő meghalt. Nincsen kemény pajzsuk, szóval ilyen kisebb pajzsaik vannak, amik nem nagyon védenek ellen. Nyilak ellen, ez mondjuk oké. A falangsznak ez is a nagy gyengé, ugyebár, hogy nincsen komoly pajzsa. Ez a nagy gyengéje a falangsznak. De hogy a hoplitákat is ugyanolyan könnyen lelövik, mint a falangszot, ez röhelyes, szóval... Ja, győzni győzünk, de... tényleg, egyszerűen nem szeretem, szóval... Az, hogy a játékot így balanszolják, hogy egyszerűen a paritjás meg az íjászok szemből simán lelövik a legerősebben páncélozott és legjobban felszerelt egységeidet, ez hülyeség. Egyszerűen így nem lehet balanszolni egy játékot, egyszerűen így elrontják az egészet. Amúgy nem azt mondta, hogy a hadvezér meghalt? Egyszerűen így rontják el a játékot. Szóval annyira rossz, mikor csatázol, és akkor látod azt, hogy jönnek a kis parittyások a hülye kavicsaikkal, és akkor széklőnek mindent, ami ugyebár ilyen elitebb egység. Tesztudóban van, vagy kemény spártaiak, ugyebár szemtől szemben lövik őket a parittyások, és egyszerűen hullanak össze két-három lövés után, azt kavicsokkal dobigálják őket. Kész hollywoodi film az egész. Eléggé röhelyes. Ó, várjunk. Ostrom alatt van az a város. Na de, ez van. Csak eléggé elrontja ez az egész a játékot. Szerintem. Gondoltam. Számomra nagyon elrontja ez az egész a játékot, mivel... Egyszerűen nem szeretem azt, hogy látom azokat az elit egységeket, és csak buknak össze az ilyen gyenge parittyások ellen, meg ilyenek. Egyszerűen nagyon röhelyes.
Milyen király lenne már, hogyha a játékban a tesztudóban lévő rómaiakat nem lőnék csak úgy le. Vagy a... ezért... vagy a... spártai hopliták rendesen állnák a lövéseket. Sőt, nagyban röhögnének, miközben lövik őket. Milyen király lenne már a játékban? Az, hogy lő rájuk az ellenség, és akkor nem is tudom. Például, hogyha elkezdik lőni őket, és a lövések időtartam, ugyebár mit tudom én, több ideig tartana. Szóval állnak egy helyben, és akkor elkezdik lőni őket. 2-3 egység is egyszerre, de nem igazán okoznak semmilyen veszteséget, hisz a pajzs az felfog mindent. És akkor, mint a filmben, elkezdenének röhögni. Milyen király lenne már. bakker. De jó is lenne. Nincs pénzem, bakker. Mi a fele? Muszáj felhúzom az adót. Így már lesz pénz. De jó lenne, bakker. Nagyban elkezdenének röhögni az egységek, csak hallanát, hogy röhögnek. Na ja, túl szép lenne. Ez ide mondjuk nem kell. Jó, elég. Ja, mondjuk a városőrség annyira nem jó. Van két Bactrian Noble Horse, Pikeman, Citizen Lovas, Levi Pikeman, Tureos Lanzsás, ja. Kemény városőrségek. Hát igen, erre számítottam. Lerombolta az épületeket, oda köcsög. Ah, itt lettek a lázadók. Oké. Okay. Az úgy még oké. Okay. Itt jó sokan vannak. Ah. Ezzel a sereggel pedig irány erre.
ahol lerombolt... Ah, megvan. Nissa. Tudtam, hogy valahol leromboltam egy épületet, és még nem építkeztem helyére. Igen, így. Így már minden jó. Ah, Antiochia is. Fenébe. Azért a szelókidák még próbálkoznak, de wow, itt nincs semmi építve. Leromboltak minden épületet Petrában. Lol. Lehet nem volt élelmük, és azért... Néha azért a gép sem tudja kezelni az élelem hiányt. Szóval van, mikor megcsinálja azt, hogy saját magát viszi élelem hiányba. Szóval annyira, annyi épületet felépít, hogy egyszerűen élelem hiánya lesz. Baktria pedig elvesztette az utolsó városát, ha jól látom. Áll fenébe. Csodálkozom, hogy eddig nem támadták meg Gor városát. Ó. Oh. Rázadás lesz. Van egy ötletem, mondjuk akkor visszaesik a bevételem, de... Nem baj. Várjunk, hány ilyen épületet lehet építeni? Ilyet. Ez van az előcsatározóknak, ez van a lovasságnak, ez az infantry. Szóval valójában csak kettő kell. Oké, akkor ez a kettő, mert valójában se íjászokat és se lovasságot nem fogok képezni a területen, szóval valójában csak a gyalogságot kell erősítsem. Akarok ilyen plusz bónuszokat adni a gyalogságomnak például. Spártának a legnagyobb gyengé a lovasság hiánya. Meg az előcsatározók hiánya. Mondjuk ez minden görög frakciónál megvan. Ami egy kicsit furcsa, mivel szerintem a görögöknek voltak
jó íjászait, meg jók voltak íjászatban, nem? A két citizen az nem kell. Meg kell két íjász, és még két perzsa lovas. Ez itt még mindig fosztogat, köcsög. De van egy ötletem. Ha minden igaz, ez az utolsó hadvezére. Ja, haha, sirály. Frakciónak vége. Remek. Noble Swordsman. Noble Swordsmannek 52-es melee attack-ja van. Nem is rossz. Életerő 75, az is egész jó. Ennek a maszkátok. Nulla százalék morál for all units. Szóval ad plusz 0% morált ad minden egységnek. Milyen király már? Azzal sokra megyek. Plusz 0% morállal. Az nagy bónusz. Az, oh. Oh, hello. Az jó nagy bónusz jelent amúgy. Plusz 0%. Milyen király már? Attól megtörhetetlenek lesznek attól a plusz 0%-tól. Ez a sereg... Hát mondjuk nem ez a sereg kéne maradjon, hanem ez, de most már mindegy. Mit kell maradjon egy kicsit, még helyreáll a közrend? Gondoltam, hogy elfogadják. De lezúzzuk őket simán. Ugyebár a barbár egységek nagyon jók automatikázású, mivel nagy támadó erővel rendelkeznek mindig. Még minden egyes alap barbár egység nagy támadó erővel rendelkezik. Így automatikázáson nagyon jók, de ha lejátszod a csatát, akkor már annyira nem. Na előre. Hogy elnézem a kappadóciai gyorsabb. Ó, gyorsabb, mivel ezüst szintű lovaik vannak. Aha, azért gyorsabb. Lássuk, mennyit számít amúgy? Lássuk, küldjük előre kb. Eddig. Mennyire hagyják le őket? Kicsit beleszaladnak a fákba. Á, így nem jó. Irány ide. Csak úgy kíváncsiságból, hogy mennyit számít az, hogy a kappadóciainak kettes szintű lova van, a perzsának pedig csak egyes szintű. Wow. Hát igen. Eléggé sokat számít. Ezek itt nagyjából... Hát... Mondjuk meg lehet, hogy a kappadóciai alapból gyorsabb is. Na mindegy. Ready? All
general is under attack. Noble Riders az jó. A Swordmaster szintén, szóval inkább vissza. De ezek süketek, hülyék vagy mi van, hogy azt mondtam vissza? Nem is tudom hányszor hívtam vissza őket, de még mindig ott idétlenkedtek. Jó, ezeknek annyi. A Swordmaster egység az nagyon jó. The battle is turning in our favor. Ó, ezek a Noble Riders egységek kemények, bakker. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Meg lehet vissza kell vonuljak újra töltődésre. Bakker, ezt a Spartai Hoplit egységet, hogy elintézték, te jó ég! Nem biztos, hogy vissza kellett volna hívni őket. Kemény veszteséget okoztak egy-egy egységnek. Az a legrosszabb, mikor nem minden egység szenved el veszteséget, hanem egy vagy két egység, de az rengeteget. Szóval az a legeslegrosszabb. Jó, mindegy. Mivel nem mindegy az, hogy minden egység elveszít 30-40 embert, vagy egy egység elveszít 150-et. Na mindegy, mondjuk. Bár az őre töltődésünk az viszonylag jó. Egész gyors. Igen, ez ide nem kell, csak megnéztem, hogy miket is fogadni. Gort azt megtámadják, de nem hiszem győzzünk. Vannak zsoldos perzsai jászaik. Na ja, még kéne egy sereg, ami támadja Jeruzsálemet, Petrát, és akkor Adomatúból támadhatnám Jatribot. A flottával támadhatnám Alexandriát. Csak előbb még várnom kell, még ez a sereg elkészül.
Oké. Na, a fenébe. Today you can. Hát igen. Ambar. Talán. Talán győzhetünk, mivel az előcsatározóik, bár három lovas előcsatározó, ami annyira nem lő messze, a terep az ez egész jó. Szóval az előcsatározóik ugyebár nem lőnek messze, így az én paritjásaim könnyedén lelövik őket viszonylag, mivel az ellenségnek közel kell úgymond jöjjön. Éve. Oké. Okay. Bár van egy paritjás egysége mondjuk, de az sem fullos, ami jó, mivel minél kevesebb, annál jobb. Az előcsatározóimmal mindössze a paritjásait akarom lelőni. Meg a lovas előcsatározóit. Mondjuk van egy csapat lovas íjász. De ha minden igaz, annak is csak 125-ös range-e van, szóval a paritjásaim le tudják lőni őket. Annyi az egész, a lovas előcsatározóknak van pajzsa, így viszonylag felfogják a lövéseket. Jól lőjük ezeket itt hátba. Ahogyis nem, lőjük le a pikásaikat. Jó, mert a barítjások simán lelövik őket. Lőnek a paritjásaik.
Menj be az előcsatározóikkal. Hát igen, csak veszítünk. Szép lovasrom volt. Hát igen, nem kellett volna letámadni a magaslatról, na mindegy. Na, felébe. Már csak a kemény periolikaiok vannak, de már szerintem ők is fel fogják adni. Kb. Most. Pedig ez nagyon kevesen múlt. Ha nem támadok le, akkor győzhettünk volna. Na mindegy. Simán visszavesszük a várost, az kész. És ezzel, ha minden igaz, vége a Sztyeppe hordának. Ja. Na végre. Már azt hittem, sose jön el ez a nap. Hogy meg lesz ez a nép is. Ugye már most már csak Baktria van, de nekik is kevés katonájuk van. Felébe. Pont itt lett a lázadás. Bár fallal védett hely, szóval... Kíváncsi vagyok, hogy mennyi ostrom eszközük van. De ha jól tudom, akkor alapból 4-et kap az ellenség. Ez így nem jó.
Annyi az egész, van egy csomó Tureos lándzsás, ami... Bár veszélyes, mivel inkább előcsatározó egység, mint közelharci. Na de. Valahogy mondjuk úgy kéne, hogy ne nagyon tudjanak lőni ránk, és akkor csak közelharcban harcoljanak. Plusz jó lenne, ha mind itt akarnának lejönni bele a pikásokba. Van még némi Hillman egysége, van ugyebár egy perzsa könnyű IS egység, egy peltaszta és egy csapat Eastern Javelinmen. Meg ugyebár a lovasság, egy csomó mediai lovasság és Tarantin. Egész kemény lázdó sereg amúgy. Our general is under attack. Spear infantry at your command. Hát, hogy minden jobb legyen, amúgy itt akarnak lejönni. Ja, meg itt. Fene vigyál azokat az íjászokat. Ám bár inkább lőjék a Spartan juttokat, mint a pikásaimat, de milyen, mit csináltatok ide? Mi az eget csináltak ezek ide? Kicsit szaggat a játék, valami miatt nem nagyon szereti a ostromot. Ó, de nem már, hogy a pikásaimat tudjátok lőni, nem is látjátok őket, hogy a bánatba tudják lőni, nem már. Utálom, mikor ez van komolyan. Nem is látják az egységet, szóval itt vagytok ti, itt vannak a pikások, és ők simán telibe lövik őket. Hogy? Hogy a fenébe már? Nem már. Ahhoz, hogy valamit eltalálja, ahhoz látnod is kell. Kizár dolog, hogy eltalálj valamit úgy, hogy ne lásd. Max akkor, hogyha hallod. De kizár dolog, hogy ti innen halljátok őket. Háj, a fene vigyen el. Inkább lőjék. Ezeket is simán szétlövik így, innen. Szóval itt vagytok ti. Itt az én egységem, itt, és szinte minden nyilvessző eltalálja az egységeimet, szóval... Érdekes. Nagyon érdekes. Érdekes célzórendszert használnak amúgy. Ezek az íjászok. Nem is tudtam, hogy ennyire jól tudtak célozni ebben az időben. Ezek itt meg mi az eget csinálnak?
Jó, mert a pikásaikat oldalba lőjük, ami nagyon jó. Plusz a pikások a testőrsége a hadvezérének. Na, azok a pikások nem tudják, hogy hogy jöjjenek le. Lel. Lelövik a sajátjainkat is, az a baj. Jónak jók azok a parittyások, tényleg csak nem valami jól céloznak. Az íjászaik kifogytak, az jó. Ó! Az nagyon jó. Az lehúzza a morájukat. Még a végén győzünk. Elég jól harcolnak a perioikói hopliták az ilyen könnyű gyalogság ellen. Mint például a Hillmanek, vagy a Beltaszták. Azt hittem ezek a Javelinek. Ugye már a hadvezérem meghalt, így az egységei annyira nem kitartóak már. Plusz alapból sem valami kitartóak ezek a Hillmanek. Egész jól harcolnak ezek a peltaszták. De ennyi volt.
Hú. We have captured a tower. Várjunk, ha elintézzük az íjászait, akkor nagy valószínűséggel a lovasságával megpróbálja meggyújtani a kaput, és akkor bejönnek. És hát remélem, hogy az lesz, mert akkor, ha nem, akkor várnom kell még... lejár az idő. Az meg jó sok idő. Mondjuk felgyorsítva annyira nem, egy olyan 10 perc lenne ez a 39 perc, 30 másodperc. Na, szerintem megpróbálja begyújtani a kaput. Jó lenne, a pikások kipihennék addig magukat, mert elég gyorsan meggyújtják. Annyira nem okoznak nagy veszteséget a lovasságnak, mondjuk ez a mediai lovasság egész jó amúgy. A keleti népeknek az íjászaik és a lovassága, ami nagyon erős. Íjászatban és lovasságban nagyon jó. Az a baj, itt van egy csomó Tarantin lovas. Ajjajjaj. Ez fájni fog. Ó, de hogy van olaj. Ó, oké. Okay. Öntenek olajat, az jó. Sok sikert, srácok. Lol. Ja, egész kitartóak a lovasaik. Á, fenébe. Ja, a Tarantinok azok ugyebár előcsatározósak, így nem nagyon küldi be őket. Bár ha nem is küldi be őket, a torony szétlövi, az kész. De ez, hogy öntöttek olajat, ez nagyban megkönnyítette a dolgot. Meg hogy öntenek olajat. Jó volt kifejleszteni a technológiát. Ja, nem akarja beküldeni a Tarantinokat. Furcsa. Ám bár nekem oké, mivel a tornyok így is úgy is szétlövik őket, és egy idő után fel fogják adni. Ja, még ez a két egység van, de ez már kezd megtörni. Spártai pikások több mint 700 embert öltek meg. Wow. Ezüstgerendások lettek. Az komoly. Ja, még ez az egy egysége van csak. Mondjuk, ha már kifogytak a lőszerből, akkor legalább beküldhette volna őket, de... Nope. Wow, ez jó volt. Pedig nem akartam lejátszani amúgy, úgy gondoltam, hogy á, egyefene, de mivel fallal védett hely volt, így azt mondtam, hogy egyefene, inkább lejátszom. Puzur Ishtar, az volt a hadvezére neve. Hát az meghalt.
Inkább vissza azok, és ez a sereg jöjjön le. Ez elitebb sereg, mint ez. Ezek csak ilyen periolykolyok. Ezeket le fogom szerelni amúgy. És képzünk helyettük izét. Spártai pikást. Az lesz a legjobb. Erről ennyit. Speak quickly and well. Panagóriába a plusz városőrség már nem kell. Ja igen, mikor a lázadóknak ugyebár megjelen valóban egy lázadó sereg, egy ilyen rabszolga felkelés, akkor alapból kapnak egy saját területen lévő, vagy stílusban lévő hadvezéri testőrséget, mint ugyebár egy pikás egység volt. De miután legyőzzük őket, és a hadvezér meghal, de a sereg nem semmisül meg, akkor római testőrsége lesz. Ami furcsa. Ez ide már nem kell. Karaxba, hát Karaxban egyelőre maradjon meg a plusz városi őrség. Ez ide nem kell, mondom ez ide nem kell, ez nem kell, és ez sem kell. Nisszába kell a barak, mivel ezeket le akarom majd szerelni, periolykoly pikásokat, és képezni helyettük spártai pikást, a citizen lovas helyett perzsa lovast, és a helot paritjás helyett pedig perzsa íjászokat. Ez lenne a terv. Mi a... Már megint? Ó, a fenébe. Hát, az úgy nem jó.
Shall we hack it? Oké, ez furcsa. Nem gondoltam volna, hogy csak úgy megtámad. Egy kisebb csapattal. Persze a hadvezér pont most halt meg, így nem lett újra töltődés. De jó. Így az újra töltődésem nem lett olyan jó. Mi a? De... Ez hogy? Egyszer visszalépett, legyőztük, és megint vissza tudott lépni. Az hogy? Az úgy nem jó. Pont itt lettek a lázadók, de nem támadtak meg. Lol. Oké, itt jó sok mindent kell építeni. Oké. Ezek itt kikötöttek. Fenébe. Az úgy nem jó. Ezeket kéne elintézni. Az előcsatározóik leginkább csak paritjások. Ám bár azok egész jók. Egész jó sereg. Ezeket még lezúzom, és azt hiszem zárom a videót.
Spartans! General! I'm ready! Mi a... Mi a... Mi ez? De most normálisan nem lehetne, hogy... Érted? Mi ez? Mi az ege? Áj. Mi a francnak csinálja ezt? Ó, az Isten szerelmére. Komolyan sokszor kikészít ez a játék. Normálisan nem lehetne, hogy úgy maradjon, ahogy én akarom a csapat felállítás? Na, hogy már ő jobban tudja, hogy én mit akarok. Normálisan beállítom szépen a csapataimat, erre ő meg szétbarmolja nekem. Mi a bánat? Jók ezek az íjászok. The battle is turning in our favor. Pikások simán megfogták őket. Mondjuk ez nem meglepő. The enemy general is dead.
Várjunk, ha minden igaz... Á, nem. Vagyis de. Egyébár ez volt a hadvezéri testőrsége, szóval hogyha... Nagyjából a serege meg is semmisült. Á, ezt az espártai hoplit egységet megint csúnyán elintézték. De már nem volt teljesen újra töltődve, aztán kaptak egy... két egység támadt őket egyszerre, aztán szépen el is intézték őket. Ja, egy egysége megmaradt. Kettő, oké. Nem vészes. Na jó, azt hiszem, hogy körváltás is... Zárom a videót. Ó, várjunk, ezek itt szintet léptek. Meg te is szintet léptél, és kb. Azt hiszem ennyi. Még a Drangiana frakció van, ami rendelkezik területtel keleten. Róma pedig egyáltalán nem még akar támadni. Hát oké, visszajöttek ide, az jó. Ezeket még lezúzzuk. Szinte gondoltam, hogy veszítek egy perzsa lovas egységet. A legrosszabb, hogy automatikázáson mindig a lovasság veszít a legtöbb katonát. Nem tudom miért. Miért van az, hogy mindig a lovasság veszíti a legnagyobb, vagy szenvedi el a legnagyobb veszteséget. Ami... eléggé rossz. Oh, hello. Hát igen, ez így már nem valami jó. Na mindegy, ez mondjuk már a következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!